Mennyiben a VMS törvény javaslatait elfogadja a parlament, akkor az zéró tolerancia bevezetése kerül Szerbiában is, ugyanúgy, ahogy az Magyarországon és sok más országban van. Két héttel ezelőtt tárgyaltunk az igazságügyminiszterrel, valamint a belügyi államtitkárral. Az az érzésem, hogy reális esély van arra, hogy a kormány is támogassa javaslatainkat, valamint a jövő héten minden egyes frakcióvezetővel tárgyalni fogunk annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül elfogadásra kerüljenek a javaslataink. Én bízom abban, hogy reális célkitűzés az, hogy a nyárig ezek a törvénymódosítási javaslatok megszülessenek a parlamentben.